Az első megasztár Tóth Vera most nem saját sikeréért izgul, húgát kísérte el az első meghallgatásra. A testvéreknek fontos a másik boldogsága, ezért a jelentős pillanatokban mindig egymás mellett állnak. Köszönöm. Szívből kívánom, hogy a tesóm bekerüljön, mert úgy érzem, hogy ő is olyan lélek, mint én, és tudom, hogy mit szeretne, és mit akar, és ő énekelni szeret. A zsűri kíváncsian várta Tóth Gabi, vagyis az első megasztár testvérének produkcióját, de abban mindannyian egyetértettek, hogy Gabinak csak akkor lehet helye a legjobb 50 között, ha Verához hasonlóan ő is bizonyítja kivételes tehetségét. Igen. Nem izgulsz, ugye? Mert nem, picit. Na, menj. I keep on falling in and out. A flamme avidi you. I never lost so what way that I loved you. Oh, 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 there's no from, there's no way. Tudsz olyat, ahol ezt a cifrázást nem, hanem szép kitartott egyenes hangokkal? Tehát, hogy nem tehát olyan egyszerűen énekelni. Olyan egyszerűen. Esetleg egy magyar számot még elnézni. Szuper. Csend borul a lelkemre, félsz igazán, keserű sors a magány. Nincs vigaszod, pedig úgy akarom, többé nincs, 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 aki vár. Látod, hogy egy családban lehet két tehetség? Lehet. Látod? Ez a folyta vita. Mondtam. Küld be apádat. Őt is meghallgatjuk. Elhangzott egy kulcsmondat. Na tessék, van olyan, hogy egy családban van két nagy tehetség. Örülök. Ennek nagyon örülök, és annyira jól esett, hogy ezt mondták. Mit mondtak? Bejutsz, vagy mi? Szerintem igen, de nem tudom.